Kömpösközség önkormányzata részéről a 4 évvel ezelőtt kezdtük el a orvosi rendelőnk felújítását. 4 évvel ezelőtt egy belügyminisztériumos pályázatnak köszönhetően magát az épületet tudtuk felújítani 25 millió forintból, teljes egészében kívül belül. Majd várni kellett néhány évet, és az idei év elején tudtuk befejezni a LIDER pályázatnak köszönhetően. Meg tudjuk valósítani, hogy belülről is az eszközöket teljes mértékben és a bútorzatot fel tudtuk újítani 9 millió forint értékben. Ezen belül nem csak a bútorzat, nem csak az orvosi eszközök, hanem az informatikai rendszert is sikerült felújítanunk, megújítanunk. Komoly orvosi eszközöket tudtunk beszerezni, hogy csak néhányat említsek, ezek közül új defibrillátort tudtunk vásárolni, új EKG-t tudtunk vásárolni, új ultrahang készüléket tudtunk vásárolni. Ezen belül fel tudtuk szerelni a házorvosunkat egyszer használatos orvosi eszközökkel is. Ez egy automata defibrillátor, amit nagyon egyszerű használni. Nagyon sok helyen kirakják így közterületen is, hogy gyorsan elérhető legyen, aki rosszul van. Olyan gép, amit ha bekapcsolsz, akkor hangosan utasításokat ad, elmondja, hogy mi a teendőid, és akkor nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan lehet életet menteni vele, hogyha szükséges. Teljes mértékben meg tudtuk újítani a belső bútorzatot. Közel 30-40 éves régi bútoraink voltak eddig a rendelőintézetben, ezt most teljes egészében le tudtuk cserélni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nagyon jó minőségű eszközök legyenek, ugyanis mindent elmond magáról a praxisról és az orvosunkról, hogy egy 700 fős településről beszélünk, és jelen pillanatban már 1000 főtől több kártyával rendelkezik. Köszönhetően annak, hogy a környező településekről is egyre többen választják a kömpösi házi orvosi szolgálatot, és egyre többen veszik igénybe. Itt el kell mondani azt, hogy egy nagyon jó rendszernek köszönhetően azok a kömpösi lakosok, akik itt helyben választják a házorvost és annak a szolgálatait, egy 24 órás orvosi ügyeletet is kapnak emellé, mint szolgáltatást. Kistelekhez vagyunk szerződve, a kisteleki orvosi ügyelethez, ami azt jelenti, hogy hétfő reggel 8 órától következő hétfő reggel 8 óráig, tehát egész hetes folyamatos orvosi ügyeletszolgáltatást vehetnek igénybe a helyi lakosaink, ami úgy tudom, hogy az országon belül is nagyon kevés ilyen orvosi ügyelet létezik, amely egész héten folyamatban mindig rendelkezésre áll a lakosok részére.